Ebben a rövid kis videóban bemutatjuk azt, hogyan lehet az Egyház és Társadalom weboldalnak az új cikkeire feliratkozni. Erre azért van szükség, mert amikor új cikket jelentetünk meg, akkor automatikusan fog kapni a feliratkozó egy e-mailt erről, tehát fölösleges folyamatosan bogarászni az oldalt, hogy van rajta valami újdonság. A weboldalnak van két oldalsáv, ez a jobboldali oldalsáv, ez pedig a baloldali oldalsáv. A FeedLearner feliratkozás az a jobb oldali oldalsávon található, ez alatt a bejegyzés alatt, hogy értesítés az új cikkekről. Ide be kell gépelnünk az e-mail címünket, tegyük fel, Erdei Manónak neveznek bennünket, és itt van az e-mail címünk. Ezt követően rákattintunk a feliratkozom című gombra, minek a hatására megjelenik egy kommunikációs ablak a képernyőnek a bal oldalán. És ilyenkor rá kell kattintani a Nem vagyok robot című jelölőnézetre, és ezt követően, mikor megjelenik a pipa, a Complete Subscription Request című gombra. Hogyha ezt megtettük, akkor kiírja a FeedBurner, hogy a mi kérésünket tudomásul vette. Ezzel tulajdonképpen ezt az ablakot be is zárhatjuk. Azonban ezzel nem készültünk el, tudnélik, a FeedBurner, azaz az értesítő rendszer küld nekünk egy e-mailt annak érdekében, hogy megállapítsa, valóban mi voltunk-e azok, akik a feliratkozást kezdeményeztük. Hogyha belépünk az e-mailünkbe, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy érkezett hozzánk egy levél, méghozzá azzal a céllal, hogy visszaigazoljuk, hogy valóban mi voltunk a feliratkozók. Hogyha ezt a FeedBurner-től kapott levelet megnyitjuk, akkor látunk benne egy linket. Ez az a link, amelyik erre a linkre kell rákattintanunk annak érdekében, hogy a feliratkozást tudomásul vegye ez a rendszer, és a továbbiakban küldje nekünk az értesítéseket. Tehát mindössze az a feladatunk, hogy erre a linkre rákattintunk, és ezzel jelzi a FeedBurner, hogy tudomásul vette a feliratkozásunkat. Innentől kezdve folyamatosan fogjuk kapni az e-maileket, egészen addig, ameddig a kapott e-mailben erről le nem iratkozunk.